vidékfejlesztéssel foglalkozik, mégpedig vidékfejlesztésnek a különböző aspektusát fogjuk megfigyelni, megnézni és meghallgatni azokat az előadásokat, amelyek különböző irányból, de mindenképp a vidékfejlesztés fókuszához közelítenek. Az első előadót hadd mutassam be, mert a Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont KRTK főigazgatója. Felkérem Feltő Imrét, hogy tartsa meg a vezető előadását. Mit tudunk a vidékfejlesztési programok hatásaiból? Rendkívül izgalmas kérdésfelvetés, és lássuk, hogy mit hallunk. Köszönöm szépen. Ebéd után szerci az mondjuk egy kihívás, de én még talán a szerencsés pillanatban vagyok, amikor a gyomor nem kezd el dolgozni, és 20 perc múlva, akik utána jönnek, lehet, hogy nehezebb helyzetben lesznek, hogy fenn tudják tartani a figyelmet. Amiről itt szól, az egy szóval, vagy nem kettőre meg tudom válaszolni, az, hogy nem sokat tudunk a hatásokról, úgyhogy ezt egy kicsit bővebben fogom elmesélni a következő 20 percben. Tehát, tudom, hogy ez egy alapvetően gyakorló szakembereknek a köre, aki itt van, de mégis, mint tetszik, az akadémia világból jövő ember, nem tudom megállni, hogy ne beszéljük egy kicsit a módszertani elméleti problémákról, amik ezt az egész általában mondhatjuk szakpolitikai jellemzésnek a módszertan hátterével változik. Ja, az első probléma a vidékfejlesztés ügyében az, hogy ez egy komplex ügy. Ennek számos dimenziója van. De van gazdasági, van társadalom, van környezeti dimenziója. Ja, hát ezeket kellene valahogy mérni. És akkor fölmerül az a kérdés, hogy hogyan. Hát, amit tudunk csinálni, az, hogy nevezett parciális mutatókkal dolgozunk, tehát ezen a három dimenzió egyikéből kiragadunk egy-egy elemet, van egy változónk, és akkor ennek a hatását próbáljuk. Mi mondjuk, hogy a GDP-re foglalkoztatással redukálni. De utána mégis ez egy komplex probléma, akkor a másik útja a dolognak az lehet, hogy valami komplex indikátort próbálunk kreálni. Ugye, mind a kettőnek megvan a problémája. Tehát. De a parciális az jobb, mert könnyebb adatokhoz jutni. Elvileg bizonyos indikátorokhoz, de ha belemegyünk, akkor kiderül, hogy nem annyira. És ott vagyunk abban a problémában, amit említettem, hogy csak ennek a komplex témakörnek egy-egy aspektusát tudjuk megvizsgálni. Igen, de hát mégis én közgazdász vagyok, egy-egy parciális indikátorhoz könnyebb közgazdasági történetet találni, de tudunk közgazdasági hatásmechanizmust mögé tenni. A másik, ha a komplex mutatószám, ennek az az előnye, hogy akkor mégis ezt a három dimenziót együttesen, egy időben tudjuk vizsgálni. Így van, de mint minden ilyen empirikus vizsgálatot alapvetően azt határoz meg, hogy milyen adataink vannak. Ez lehet teljesen mérve a szempontból, hogy parciális vagy komplex mutatószám, abban kell főznünk, ami van, az az adat, és akkor lássuk, hogy az adatok milyen történetet mesélnek el. Ugye ennek a komplex ügynek átműtője a parciálishoz képest, nyilván az, hogy ez rendkívül adatigényes, és másfajta medszetekbe tudunk bízni. És nem elég, hogy adatigényes, szemben a parciális mutatókhoz itt nem világos, hogy mi az a történet, ami a hatásmechanizmust okozza. Mert nyilvánvalóan, hogy három dimenzióban vagyunk, tehát társadalmi, gazdasági, környezeti, ezek együttesen teljesen más hatásmechanizmusok lehetnek mögött. Jó, tehát mégis mit tudunk csinálni? Ugye, amit ez a hatás
Soha foglalkozik irodalom, tehát szakpolitikai hatásrendéssel foglalkozik irodalom. Mond az elmúlt 25 évben, most szigorúan közgazdasági szempontból, hogy az, hogy kellene lenni valami tényjelentétes helyzetnek, hogy ez kevésbé absztraktan mondjuk kell, hogy itt az a lényeg, hogy ugyanazt a tetszik vizsgáltalant kéne két szituációban megvizsgálni, úgyhogy egyszer kap támogatást, máskor pedig nem kap támogatást, ugyanabban szívül. Ugye hát ez részben az úgynevezett tervezett kísérlet, amit a tipikusan természettudósok szoktak csinálni, vagy leginkább ugye analógia az orvos tudományból jön, kapott gyógyszer, placebo-t, ezt nézzük meg, hogy mi a hatás. Ugye ebben az esetben általában a kezelt és a kontrollcsoport kiválasztása véletlenszerű, ugye ezzel szemben van, ez ilyen szinte nem létezik a társadalmi tudomány, illetve létezik csak valami drága, tehát fejlődő országokat csináltak ilyen világban, meg hasonló szervezetek ilyeneket. Ilyenként kaptak 5-6 évvel ezelőtt Nobel-díjat egyébként. És van a természetes kísérlet, amikor van valami támogatás, de viszont ugye a kezelt meg a kontrollcsoportba tartozó, hogy tetszik, megfigyelési egységek nem, kiválasztása nem véletlenszerű. Alapvetően ugye nincs lehetőség tenni ezzel tervezett kísérletre, de hát ha van egy optimista kormány, ott a miénk, de alapvetően igen, tehát köszönjük a társadalmas a közgazdaságtudomány nevében, hogy rendkívül sok ilyen kísérletet láthattunk az elmúlt évtizedben. Tehát igazán, ahogy mondjam, egy aranybányán a társadalomítatók számára az elmúlt egy évtizedben. De visszamosulhatunk, tehát most ezt nem specifikálunk. Csak visszatérve, tehát hogy végig gondolok a saját pályámra, tehát hogy csak annak természetesen kísérletek, ugye rendszerváltás, EU csatlakozás, 2008-as válság és a többi, tehát igazán nem lehet adni panaszra, hogy ne lenne kutatási probléma, amit meg kellene vizsgálni. Jó, kicsit komolyabban. De a dolog lényeg az egészben, hogy ez a tényjelentéktes szituációt hogyan látjuk elő, ezért két évvel kaptak Nobel-díjat egyébként, akik ezt kidolgozták. Itt tényleg, ha van az a Schwarzenegger film, hogy a hatodik napon azt hiszem az a címe, amikor van tűzoltott, vagy valakit játszik, és hazamegy, és benéz a lakásba, és ott látja saját magát. Ugye, amit mi akarunk csinálni, valami hasonló, tehát hogy meg is rájuk Schwarzeneggert egy időben, ugye, hogy benne a házában, meg kint a házában, és akkor ugye, hogyan, ennek mi a hatás. Így van sok szegény Schwarzeneggert, a film folyamán, és akkor ennek a hatásvizsgálat, tehát ezt szépen meg lehet nézni. Hogy ezt lehet csinálni, ez sokféleképpen. Itt tényleg azt a problémát kell kicselezni, amiről beszéltem, tehát hogy ugyanabban az időben ugyanazt a megfigyelési egységet, ugye megfigyeljük olyan állapotban, hát kezelt, meg nem. Na most, hát itt a, tetszik az önreklám következő 10-15 percre fog jönni, tehát arról fog beszélni, amit az elmúlt szerintem pár évben csináltunk a kollégáimmal, ilyen kutatásokat. Tehát ez van, 18-ben jelent meg, bakozó kollégám és másokkal közösen. Itt ez volt az első kísérletünk arra, hogy egy komplex indikátoros vizsgálatot csináljon. Ugye van a KSH-nak a tészta adatbázis, ami település szintű adatokat tartalmaz. Ott át 170 és 200 közötti indikátor van egy településre. Tehát és ezt agregáltuk pusztérségre vagy állásra, vagy szintén szóval nem emlékszem. De nagyjából erre szintre, és akkor egy faktorelemzés segítségével, mert még meg van gondítva egy kis migrációs művénnyel, akit érdekel az orvossal, csak a lényegről beszélek, tehát ez 2002 és 2008 között időszak, kis térségében.
Ez az úgynevezett propensity score és a különbségek-különbség a módszer, tehát mint a panelben vagyunk, tehát az úgynevezett előtte és utána a című hatást egy párosítási mechanizmussal kombináljuk, ugye ahol a párosítás lényeg az, hogy olyan úgymond kistérséget hasonlítsunk össze, amelyik úgymond kapott támogatást azzal, aki nem kapott támogatást. Nyilván majdnem mindenki kapott támogatást, emiatt az irodalomban szokásos módon egy önkényes eljáráshoz nyúlunk, tehát azt mondjuk, hogy úgy definiáljuk azokat, akik nem kaptak, hogy a támogatásoknak a mediánának a kétharmad alatt, akik vannak, azok azt jelenti, hogy nem kaptak, többiek nem kaptak. És egyébként ezeket a nem kapott kistérségeket próbáljuk párosítani úgy, hogy az összes megfigyelhető tulajdonságaikba hasonlóak lennek. Tehát magyarán almát talmára szeretnénk összehasonlítani, és nem almát kürtére. És hát akkor idézem az absztraktot ilyen durva fordításban. A rövid lényeg az, hogy nincs, nem találunk semmit. És ha nem találunk semmit, akkor ez az egész szeti programokat, az egy valami szinte megkérdőjelezi, mert mégse az volt a cél, hogy legyen semmi hatás. Persze lehet azt mondani, hogy ha nem volt negatív hatása is, hogy nem volt rosszabb. Jó, tehát ez az egyik történt. Másik, ezt a vizsgálatunkat megismételtük egy ugyanígy, egy másik periódusra. Módszer nagyjából ugyanaz, csak még bonyolultabban csináltuk, hogy a szakmai sznobizmusnak is eleget tegyünk. Tehát itt már nem kellett megugerálni, hogy a medián kétharmada alatt, hanem ugye ez az egész úgynevezett treatment vagy kezelési változó, az egy folytonos változó. Tehát, de most teljesen mindig mit csinálunk, ugyanaz én ki. Tehát nincs nagyon hatás. A harmadik történet, szintén a közöli kollégámmal csináltuk, igazán ezeket a számokat használtuk, szerintem ezeket, tehát úgy tetszik az adott kistérségnek a jó léte, vagy valami ilyesmit akarunk mérni ezzel. Ugye itt az a kérdés, hogy mégis a programoknak van egy olyan elképzelése, hogy tehát a különbség a szegény meg a nem szegény régiók között az lehetőleg csökkenjen. Másképpen fogalmazva, hogy konvergálnak vagy divergálnak egymáshoz, hogy csúnya szabzsargont használjuk. Jó, tehát nekifutunk komplex indikátor, hosszabb periódus, ugyanaz, és akkor ez a technológiai része, ez itt nem érdekes. De mit találunk az, hogy hát sajnos nincs konvergencia, pedig Isten bizony rajt voltunk, hogy legyen. Akár, hogy forgattuk a módszertanára a dolgot, de hát nem ezért ki. Van egy nem publikált eredményünk, itt vannak az a kis kollégák, a Strácz Kati menedzsert, ez nem tudom, milyen a publikáltak, szerintem tök jó volt, de ugye ez a... Itt parciális indikátorokban vagyunk, ott kitúrtam a fájlomba, de majd, ha nem így volt a Kati helyre igazítát, volt ez a foglalkozási ráta, aztán volt egy ilyen szegénység, meg volt az egyfőrejtő GDP, de utána egyfőrejtő GDP az csak megyei szinten van, hát az egész az feltolódik megyei szintre. Tehát ez a 13-18 közötti periódus, itt is különbsége. Amit találunk, hogy hát itt küzdöttünk megint becsülettel, hogy valami hatást találjunk, és a részben sikerre jártunk, mert bizonyos indikátorok esetében legalább valami pozitív, ezt csak ironizáltunk, hogy szignifikánsan pozitív nullát találtunk. Tehát pozitív volt a hatás, de olyan kicsi ösztönök, éppen nulla volt. Vagy nem volt, vagy volt egy kis negatív hatás, ezt felejtsük akkor ezt a negatív hatást. A pozitív üzenet, az a szignifikánsan pozitív nulla.
Itt a szlovén barátommal csináltunk egy cikket, itt üzemi szintre megyünk le, tehát megnézzük azt, hogy a falunk kapnak igényfejlesztési támogatásokat, és azt, hogy ott a falunkban foglalkoztatottak számára. De hát akkor ez egy parciális indikátor, ami tetszik újdonság volt, vagy mi ötletünk, nem nagy ötlet, de más előttünk ezt nem csinálta. Tehát kiúszhattuk magunkat, tehát nem általában nézzük a teljes munkaerőt, hanem az igazságban van, hogy a bérmunka, meg nem bérmunka, és akkor ez közgazdaságtan is, ez munkaerőpiaci szempontból, ez két piac, és akkor talán érdemes megnézni, hogy ezen két különböző piacon nincs a hatás. Ez 17 és 15 között, igen, itt még tettünk bele ilyen regionális kontrollváltozókat, támogatást típusonként becsültük, és itt van, ugye maga ez a lényegi táblázat, ahol látszik Magyarország és Szlovénia, ugye összes munka, családi munka, fizetett munka, én csak a pirosra hívnám fel a figyelmet, tehát támogatást típusonként mentünk végig, és mi az, amit látunk, Magyarország esetében az összes munkára nem volt hatás, tetszik a családi munkaerőre pozitív, vagy nem fizetett, ugye ez a tesztüzemi rendszer terminológiájában. Míg Szlovéniában nagyjából ugyanez, tehát a fizetett munkára nem volt hatása a igényfejlesztési programon, úgy intuitíven nagyjából megfelelt erre az ember egyébként gondolni szokott, meg egy egyszerű parciális súlymodellben is egyébként ez egyébként. Hát, amit, ja. És akkor ugye az a kérdés, hogy ez csak van magyar fátum, hogy a programnak nincs hatása, vagy talán máshol is így van, akkor megmutathatjuk magunkat, hogy igen, más is a kútba ugratunk, mi is ugratunk utána. Tehát, mi az, amit tartunk? Itt részt kollégákkal írtunk egy tanulmányt, ez úgynevezett szisztematikus áttekintést csináltunk, hogy állt a közös agrárpolitika társadalmi-gazdasági hatásairól. Ja, ez átfogta 2005 és 2020 között megjelent cikkeket a nemzetközi szakirodalomban. Tehát első körben több mint 2000 cikket gerebéztünk össze, és ez külön, tehát egy hosszú algoritmus után még 59 cikk maradt meg. És akkor ugye ebben az 59 vagy valahány cikkből 9 ilyen hatásterületet azonosítottunk, és igazán ott az eredmény, hogy itt is pirossal jelöltem, hogy azt szerint látszik egyrészt, hogy nem sok cikk foglalkozott ezzel, ami a minimum meglepő kategóriában tartozott, tehát. És azt látjuk, hogy nulla cikk volt, ahol nem volt, hogy negatív, nem tartott negatív hatást. Ugye három esetben volt, nincs hatás, ugye vegyes, tehát ugye azért lehet pozitív is, meg negatív, mert egyszerre több indikátort néznek, és lehet, hogy az egyikben pozitív, a másikban negatív volt, tehát a hatás irányra nem egyértelmű, tehát ezt jelenti a vegyes, és végül a pozitív, az összesen kettő. És hát ugye, akkor mit tudunk? Hát nem sokat. Legalábbis ami a múltat illeti, de hát ha vannak egy döntéshozók is érdekli őket, hogy mit csinálnak, akkor úgymond várjuk egy kis pénzt, meg adatokat, hogy akkor ezeket a vizsgálatokat újra el tudjuk végezni, és Isten bizony lelkünk rajta, tehát megküzdünk mindig azért, hogy mutassunk valami hatást, mert nem rajtunk múlik. Köszönöm szépen a figyelmet. És további kérdéseket felvető előadást. És még itt az elején nem mondtam, de úgy gondoltam, hogy a hivatalos hozzászólások után mindenkinek természetesen alkalommal hozzászólni a témához, és arra gondoltam, hogy miután minden a hivatalos hozzászólás felkért
hozzászólók elmondják a véleményüket, akkor összefoglaló, vagy utána mindenki a kérdéseket, hozzászólásokat utána tegye föl, úgyhogy közben gondolkodjunk már a főigazgatói előadása után is, hogy majd végén milyen kérdéseket intézünk hozzá. Felkérem a következő hozzászóló, Nagyné Molnár Melindát, egyetemi docens a MATE Egyetemről, aki az előadását elkérdő tartsa. Szeretettel köszöntöm a tanácskozást. Az én feladatom, hogy amire én vállalkoztam, az alulnézetben a falu szemináriumi kutatóműhelyünk teremi tapasztalatai alapján megfogalmazni egyfajta mérleget. Ennek a ma már, meg a tegnapi nap folyamán is idézett nagyon új magyar falu programról. Gondolom, hogy mindenki, aki itt jelen van, bizonyos dolgokkal tisztában van a magyar falu program kapcsán. Ugye ez egy az 5000 fővel, vagy annál kisebb érdekszámban rendelkező települések számára kiírt hazai keretforrás. Amit itt ide szerkesztettem, ez a program rendszere, amiből valójában az indulás pillanatában három élt, az életminőséget javító támogatás rendszer, a falusi csok és a falusi útalap. És ugye ez egy 2019-ben, tehát élesben pályázati lehívásokkal 2019-ben induló történet. Ez az ábra már azt is mutatja, hogy 2023-at írunk, és van tartalmi fejlődése, új szempontok, új programelemek íródtak hozzá, civil alap, kisboltok támogatása, vállalkozás támogatása, és ez nem csak tartalmi bővülést jelentett, hanem nyilván a támogatotti körben is jelentett változást. Önkormányzatok, egyházak, civil szervezetek, vidéki vállalkozók, vidéken élők, vidékre költözni szándékozók lehetnek ennek valamilyen formában hasznosítói. És akkor nézzük, hogy mi alapján készül erről a nagyon rövid életidőről egy rövid mérleg. Ez a 2007 óta működő faluszemináriumi kutató műhely 8 hazai településen végez 15 éve mélyfúrást társadalmi gazdasági aspektusból, és most igazából azt gondolom, nem is a elhelyezkedésük a lényeg, hanem hogy jól mintáznak vidékiséget, amennyiben van néhány száz lelkes köztük, van jó pár ezres, van abszolút mezőgazdasági agrár karakterű, van turisztikai profilú, van elhagyott bányászfalu, vagy magára hagyott, sorstalanságban hagyott bányászfalu, ez is vidék, agglomerációperem, és van benne zsáktelepülés is. És ami most ezeket összefűzi, hogy mind részesült már a Magyar Falu Program lehetőségeiből. Az önkormányzati véleményeket gyűjtöttem össze két szempontból. Az egyik a beruházás jellegű támogatásokról alkotott vélekedések köre. Alapvetően egyébként ez egy nagyon pozitív, visszhangú program. Ezt lehetett kiszűrni, és a legfőbb oka, hogy észszerű, valódi vidéki szükségleteket támogat, és nagyon világos a pályázati célrendszere. Falubusz,
játszótér, útfelújítás, ravatalozó, tehát olyasmiket finanszíroz, amire helyben valóban szükség van. Ugyancsak fontos, hogy amiért nagyon szeretik, mert nem igényel nagyon bonyolult rákészülést, alapvetően van egy jó, jól alátámasztott terv, mellé egy reális költségvetés, akkor az a pályázat jó eséllyel nyerhet. Az is nagyon fontos volt, a tisztelgezésekben teljesen világosan kijött, hogy szokatlanul gyorsan lehívható keretről beszélünk, ami azt jelenti, hogy a pályázati végeredmény kihirdetése után pár héten belül az összeg már a pályázónál van. Ez miért nagyon fontos? Azért, mert az a pénz nem értéktelenedik el. Tehát azokkal a költségvetési tervszámokkal valóban lehet dolgozni. Így olyan elszámolás fog történni, hogy mindkét fél számára, a pályázó és a pályázatkívülője számára is korrekt. És talán ezt is kiemelném, hogy valódi visszacsatolást alkalmaz. Ez azért nem gyakori, hogy a pályázat kiírója valóban befogadjon akár az önkormányzatok részéről véleményeket. Ez kifejezetten támogatja is azzal a céllal, hogy a következő program terv ciklusban ezeket beépítse a javaslatába, illetve a pályázati kiírásba. Hát nézzük, hogy van-e negatívum. Nyilván ez azért kísérlet a mai napon is, hogy ez egy nagyon kis összegű, ez egy nagyon kicsi keretösszegű támogatási rendszer, amire nagyon-nagyon verseny. Ez nyilván gyenge pont. És azt is hozzá kell tenni, hogy szemben mondjuk az uniós pályázati rendszerek nagyon világos objektív pontozási rendszerével, azért ez nem teljesen transzparens. A másik téma, vagy a másik oldala a Magyar Falu programnak, amit az önkormányzatokkal való tapasztalataim alapján összegeznék, ez a lakhatási támogatásokról szól. Ugye tudjuk, hogy ide tartozik a gyermekek után járó támogatás, ide tartozik a hitel, kamattámogatott hitel támogatás, ide tartozik az otthon támogatási alap adóvisszatérítési lehetőségek, tehát számos kedvezmények alakultak, bővültek az eredeti falusi csok gondolatához, amiről az önkormányzatok is abszolút elismerik, hogy igen, ennek van az elnéptelenedésre adott esetben kedvező demográfiai hatása, és az is igaz, hogy segítség a fiatalok család alakításához. De és itt jött egy nagyon fontos, talán itt is előkerült, ma már előkerült nagy kérdés. Vannak félelmek az önkormányzatok részéről a lakhatási támogatásokkal kapcsolatban. Legfőképpen a probléma abból adódik, hogy az önkormányzatoknak nincs rálátása, kontroll, gyakorlási lehetősége arra, hogy kik jönnek, honnan jönnek, miért jönnek, milyen motivációkkal telepszenek meg ott, ahol megtelepszenek. És ennek nyilván következményei vannak. Az egyik kihívás, ami ebből automatikusan származik, hogy a helyi társadalom hagyományos közösségi rendje által, ez nem feltétlenül pozitív, vagy nem feltétlenül negatív természetesen, ez lehet egy innovatív irány is, de kontrollálatlanul veszélyeket is hordoz. És csak egy példát hozni, ugye a vizsgálati alanyunk egyike, Hollókő,
Hollókőn az elmúlt években 15 és 20, és még az önkormányzat nem is tudja pontosan, nagyjából 15-20 család költözött a faluba. Ez egy nem egészen 400 fős falunál, egy jelentős arány, ami alapvetően átformálta a helyi közösség életet, és hogy csak egy példával illusztráljam, hogy jövő héten kezdődik a nagy hét, Hollókő turisztikai szezonja, vendégül látják a világot, és ami korábban nem volt gond, hogyha kidobolják, hogy a falu apraja nagyja jöjjön és segítse ezt a munkát, akkor nagyon szomorú történet, hogy 2023-ban nem tud mindenkit megszólítani a falu, azokat meg pláne nem, akik élőhelyet vásároltak, egy számukra kedves vidéki élőhelyet, de attól nem váltak palóccán, és nem lett része az én tudatuknak, az identitás tudatuknak ez az örökség. A másik, ami szintén közvetlen hatás, már ebből származhat, és persze nem szeretném, ha bárki úgy gondolná, hogy ez mind a lakhatási támogatásokból származik, mert a beköltöző kontra tőzsgyökeres történet, ez egy régi-régi probléma, de tény, hogy ezzel a támogatás formával felerősödtek a belső konfliktusok is, az önkormányzásban is, ami nagyon sok esetben vezet egyébként időközi választásokhoz, erre is volt példa a kutatásunk során. És van közvetett következmény is, az egyik, hogy a népesség növekedés nyilvánvalóan kikényszerít bizonyos infrastruktúra fejlesztéseket, óvoda, iskola, szociális ellátás, egészségügyi ellátás, ami járulékos következményként az önkormányzat számára jelent idővel feladatot, amiről valójában ez a program nem tervez. És az utolsó, amit felvázolnék, ez a fenntarthatósági dilemma, ami adódik egyrészt abból, hogy a növekedés, tehát itt település népességének növekedése, az nem fejlődés. Ez a két fogalom nem teljesen azonos. A másik pedig, hogy föl kell tenni ezt a kérdést, és a vizsgált településeink részében is fölmerült már ez a kérdés, hogy vajon meddig növekedhet népességével egy adott település, mert hogy ennek is kell legyen korlátja. Föl kell tehát azt is tárni minden program tervezésekor, hogy egyfelől van egy tervezett célunk, megállítása az elnéptelenedésnek, vidéken, vidéki életminőség javítása, de ez az ezért kialakított pályázati program csomagjaink nem hozhatnak újabb feladatokat és problémákat, nem generálnak újabb feladatokat és problémákat. Elnéptelenedés, ellehetetlenülés, ez itt a nagy kérdés, melyik a jobb, egyik se kívánatos. Köszönöm szépen a figyelmet. Gusztáv előadásában, aki a KRTK közgazdaságtudományi intézet főmunkatársa, hasonlóan beszél a konfliktusokról, illetve a települések átalakulásáról, a vidék változásáról. Köszönöm szépen! És Kamilának is köszönöm, hogy ilyen klasszik megállított az én előadásomnak. A Kályi medence és ezen belül Köves Kár néhány év alatt a budapesti nagyvárosi értelmiség eldugott búvóhelyéből az egyik legfelkapottabb, szinte tömegturisztikai célponttá vált Magyarországon.
területfejlesztési szempontból sokféleképpen lehet értékelni pozitívan is, de ugyanakkor nagyon sokan féltik ezt a környéket attól, hogy elveszti a karakterét, üzletelésedik, elnyaralósodik és tönkredik. Egy 4 éves kutatást most fejeztünk be az ősszel, nagyon sok interjút, kérdőívet, terepmunkát végeztünk kvalitatív módszerekkel. És ez a történet, amit most elmesélek, ez a kutatásai kutatás eredményei alapján járjuk körbe azt, hogy egyrészt miért pont a Káli-medencében zajlik ez, egyébként nem csak ott zajlik, de ott nagyon látványosak az eredmények. Másrészt, hogy a látszólagos, vagy az első látásra feltűnő csillogó siker mögött milyen problémák, gazdasági, társadalmi, kulturális feszültségek, nehézségek rejtőznek. Hogy is lettek ilyenek a dolgok? A Káli-medencét nagyon korán, már az 1970-es években felfedezte a városi értelmiség. Az első ide költözők azok zenészek, művészek voltak. A jobb felső képen Cseh Tamás gitározik egy tűz körül, a tűz mellett, akit szembenéz az a Somogyi Győző, nagyon neves grafikus festőművész, aki 70-es évek közepén ott lakik. De igazából a nagy áttörést azt a filmesek hozták. Jancsó Miklós, Szomjas György, szerintem legalább 2 tucat filmet forgattak ott a 80-as években. A filmesekkel nagyon sok ember jött, ez hozta igazából divatba ezt a környéket. Ezek az első fecskék, az első beköltözők, ők még nem túlságosan gazdag emberek voltak, maguk próbálták felújítani ezeket a házakat, és egyrészt a szép érzék miatt, másrészt azért, mert nem volt sok pénz, archaikus módon újították fel ezeket a házakat, és erre biztatták a helyi embereket is, arra, hogy újítsák fel a házakat, maradjon meg ez a paraszti idill, tehát igazából, amikor ők oda mentek, akkor még volt mezőgazdaság, volt szőlőművelés, libák voltak a faloknak a közepén, és ez nem olyan nagyon régen volt, 70-es, 80-as években ez még abszolút így volt. És ekkor a turizmus az mint egy ilyen a helyet, az életmódot megmentő, tovább segítő lehetőségként merült fel, hát tényleg arra biztatták a helyeket, és sokan csinálták is, hogy ezeket az archaikus, szép régi kőházakat azért valamennyire újítsák fel, és adják ki a turistáknak. Közben elérkezett a rendszerváltás, és minden nagyon megváltozott. A Káli-medence divatba jött, és akkor már nem csak az értelmiség, hanem a hirtelen feltörekvő városi középosztály számára. Ők már nem akartak gazdálkodni, nem annyira érdekelte őket ez a paraszti idill. Ők egyszerűen nyaralóhelyet kerestek, nagyon olcsó lehetett akkor is házakat venni, bár már egyre mentek fel az ingatlanára, és ekkor már ilyen luxus kivitelben újították fel ezeket a házakat. És ugyanakkor, buszomedencével, klímával, mindennel, ami kell, ugyanakkor erre a fizetőképes keresletre elkezdtek prémium szolgáltatások nyílni, egyre jobb szállások, vendéglátóipari egységek, éttermek, kávézók nyíltak, borozók nyíltak ott a környéken, de ugyanakkor a helyieknek, azoknak elkezdett magától tovább menni. Ugyanakkor a helyieknek azoknak a vendéglátásban és a szállásadásban már nem nagyon volt pálya, tehát ezzel nem tudtak versenyt tartani, de azért az építkezéseken, meg a kerteknek a fenntartásában ilyesmiben volt a számunkra munka. Tehát a turizmus egyszerre egy nagyon felhívelő üzleti lehetőségként, másfelől munkahelyként a helyieknek jelent meg, de ugyanakkor ez egy csomó helyembert függésbe hozott az új turisztikai vállalkozásokról. Közben nagyon erősen emelkedtek az ingatlanárak, ami azt jelentett, hogy egyre könnyebb volt innen elmenni, tehát egy háznak az áráért Köveskálon vagy Kővágóörsön már lehetett venni egy viszonylag jó lakást Veszprémben vagy Tapolcán, nagyon felgyorsult az elvándorlás. Az öregek kihalásával egyre
kevesebben foglalkoztak mezőgazdasággal, de nagyon megváltozott a tájnak az arculata, beerdősülték a szőlőhegyek, nagyon sok minden változott. Viszont a vendéglátás az egyre jobban ment. 2013-14-ben nyílt a Miakő étterem, ez egy ikonikus hely a Káli-medencében. Nem csak ez nyílt, hanem egy csomó más hely is megnyílt. Mára Köveskálon a borászatokkal, éttermekkel együtt 9 darab étterem van, van kávézó, van pékség, 3 művész, nagyon jó menő művészeti galéria, elképesztő felévelés van a turizmusban. De ugyanakkor nagyon nagy lett a forgalom, eszméletlen mennyiségű autó van a környéken, a Tóti piac, ami 2-3 faluval odébb van és vasárnap délelőtt működik, talán a jelenlévők közül is jártak ott már néhányan. Nem lehet átmenni az út egyik oldaláról a másikra a Köveskálon, és ez rengeteg változást és rengeteg feszültséget hozott. Na most, ha megnézzük ezt a 3 hullámot, amit mi találtunk, akkor lehet látni, hogy ez a hirtelen felévelés a turizmuson belül, ez ugyan nagyon hirtelen történt, de egyáltalán nem véletlen, és nem is előkészítés nélküli. Minden egyes hullám hozott valamilyen új dolgot a Káli-medencébe, hozott új értéket, és el is pusztított valamit abból, ami ott volt. És minden esetre a változás az a beköltözők által hozott kulturális, kapcsolati, meg pénzügyi tőkén alapult mindenképpen. Az első beköltözők, a művészek, filmesek, értelmiségi körökben országosan ismerté tették a medencét, divatba hozták, és ezzel ugyanakkor hozzá is járultak annak a paraszti világnak a pusztulásához, az elvándorlás, a bevándorlás következtében, amit eredetileg meg akartak. A nyaraló turizmus az rendbe hozta a házakat, gyönyörű fonképek vannak ezen a vidéken. Ugyanakkor meg létrehozta azt a provanszál stílusú vendéglátást, ezt a tényleg nagyon minőségi vendéglátást, ami a környéken van. De ugyanakkor elmúlt ezekből a falvakból az élet, nincsenek gyerekek, alig a házaknak, Köveskálon a házaknak alig a harmadában laknak, a többi az nyaraló. Tehát olyan elskanzenes egyet egy kicsit az egész. Elvándorolt. A mai tömegturizmus az a nyugalmat ássa alá. Köveskár az egy járda, gyalogátkelőhely és parkolóhely nélküli falu volt, amikor én elkezdtem oda járni, biciklizni, kirándulni 15-20 évvel ezelőtt. Olyan gyors volt ez a változás, hogy 4-5 éven keresztül volt az a helyzet, hogy vasárnap délelőtt nem lehetett átmenni az egyik oldalról a másikra az utcán, mert annyi autó volt. Mostanra, 2-3 évvel ezelőtt sikerült járdát meg zebrát csinálni a faluba, parkolóhely az még mindig nincs, tehát össze-vissza parkolnak az autók. Egy ilyen gyors változás mindenképpen, tehát kódolva van benne, hogy ez komoly társadalmi, gazdasági, kulturális feszültségeket hoz. Ami itt történt, ebben a folyamatban Köveskár, Kővágóőr és a Káli-medence, de az egész Balaton felvidékről ezt el lehet mondani, hogy egy ilyen elvesztette ezt az elit hely jellegét, és egy ilyen tömegturisztikai célponttá vált. A művészek, értelmiségiek által létrehozott Káli-medence imázsra rátelepültek ezek a prémium szolgáltatások, amire már jönnek a fizetőképes levők, úgyhogy egy ilyen elit tömegturizmus jött. Na most, ha megnézzük, hogy igazából mi történt, ha a vidéki, falusi turizmusra gondolunk, területfejlesztési szempontból, az egy ilyen nagyon jó eszköznek tűnik első pillantásra, mert ugye kis vállalkozásokat, kis termelőket támogat, helyi erőforrásokra épít, kívülről hoz be tőkét, mert ugye amit ott eladnak, az nem ott keresik meg. Tehát első látásra nagyon jónak tűnik, ugyanakkor a falusi vidéki turizmus hajlamos egyfajta virtuális turisztikai valóságot létrehozni, ami gyakran éles ellentétben, hasadásban áll a helyi megélt valósággal.
Köves Kálmán egymás mellett létezik egy városi kultúrában gyökerező, vonzó, csillogó turisztikai célpont, és egy relatíve lefukkant magyar falu, nyilván nem olyan szegény, mint a Csereháti falvak, de azért egyáltalán nem olyan fényes a helyzet. Nagyon gyengék a közszolgáltatások, nincsen iskola, nincsen semmi olyasmi, ami a mi mondjuk fiatal családoknak életteret biztosítana. A nyári forgalmat nem bírja az infrastruktúra, rengeteg probléma van. Ugyanazt a szalmabálát, falusi teret, éttermet, piacot az őslakosok, a beköltözők, a vállalkozók, a turisták teljesen máshol látják, teljesen különböző, ugyanazt a teret, ugyanazt a dolgot teljesen másképp értelmezik. Ez vezet ahhoz a meghasadt valósághoz, amiből a problémák és a feszültségek adódnak. Milyen területei vannak ezeknek a hasadásoknak? Teljesen egyértelmű a gazdaság. Tehát az egyik, a jövedelmi különbségek úgy első ránézésre, meg mélyebben ránézés óriásiak. A közvélekedés szerint egyes vállalkozók vagyonokat keresnek, a helyieknek meg ilyen nem nagyon kvalifikált és jó fizetett munkát jutnak általában. Ebben némi kivétel az építőipar, nagyon sok építés volt itt, és tehát mondjuk a kőműveseknek átcsapnak elég jól megy, de a többség kiszorul ebből a nem tudott felszállni erre a gazdasági fejlődési vonatra. A következő az a kultúra, amíg a turisták, meg a beköltözők azok élvezik a valóban pezsgő kulturális művészi életet. Én tegnap voltam egy olyan beszélgetésen, Káptalan Tótiban van egy coworking iroda, pont ugyanerről a témáról beszélgettünk. Összesen azt hiszem, hogy két tőzsdőkeres volt a teremben a 51 néhány résztvevő között, és ez nyilván nem véletlen. Ugyanakkor a tőzsdőkeresek elveszítették a régi találkozási tereiket, és még egy kocsma sincs, ahol le lehetne ülni valakivel meginni egy sört, mert mindenből ilyen bisztró, meg gasztró étterembe. A harmadik, az a helyi kormányzás, a harmadik ilyen terület. A bevállalkozó, vagy ezek a vállalkozók, akik ott megnyitják ezeket a helyeket, ezek általában nem laknak ott. Néha odaingáznak, néha nyáron ott laknak, de igazából nem laknak ott, és nem vesznek részt a helyi önkormányzásban, nem részesei a helyi önkormányzatnak. Így nincsen olyan felület, őtőlük függ, hogy hogy néz ki a falu, hogy mekkora a forgalom, vagy hogy néz ki az utca, de ugyanakkor nem vesznek részt a stratégiai tervezésben. És az önkormányzatnak semmilyen eszköze nincsen gyakorlatilag, amivel őket befolyásolni tudná. Tehát nincsen együttműködés, ez a két világ az önkormányzásban sem ér össze. Nagyon nagy a veszély, hogy a helyi életvilág és a hagyományos mezőgazdasági tevékenység, minden egyéb, a falukép, a környezet, a hagyományos kultúra, az teljesen eltűnik, és elskanzenesedik ez az egész környék, hogy elturizmusodos. A turizmus teljesen átveszi az uralmat, de ez a turizmus egyre kevésbé elit. Már nem is annyira elit turizmus. Van egy alapvető élményem, amikor a Pálfi Borteraszon Köveskáron csinálom az interjút a turista családdal, ott ülünk egymással szembe, és kérdezem őket, hogy mi jó itt, miért jönnek ide. Hát ez a csend, ez a nyugalom, ez a gyönyörű táj, és 140-en ülnek még körülöttünk, és mögöttük ott van az út, amin folyamatosan mennek az autók, és ahol mondjuk minden tizedik az egy kamion, ami vagy a Kavicsbányából, vagy a Kékúti Ásványvíz, illetve viszi a dolgokat. Nyilván ők anticipálták ezt az egészet, úgy jöttek ide, arra számítottak, és azt is látják, amit vártak, de hogy ez mennyi ideig tart ki, hanem borzasztóan sok évig ez nem fog kitartani. Olyannal is találkoztam, aki azt mondta, hogy hát most már nem jön ide, mert ugyanaz az ember ül a mellette időosztálnál, aki a Madástéri étteremben is ott szokott ülni a teraszon, tehát hogy igazából ez már nem annyira izgalmas. Ez a folyamat éppen azokat az erőforrásokat, ezt a csendet, a nyugalmat, a békét, a helyiséget, a kicsiséget, ezt eszi föl, ami ennek a turizmusnak az alapja. Hogy mi jön utána, fene tudja. Az egész folyamatot nagyon jól leírja Somogyi Győz, az
első képen ott állt a valamúval, ő csinálta ezt a karikatúrát. Ő volt a legnagyobb támogatója a turizmusnak a 70-es, 80-as években, és azt várta, hogy az majd megváltja ezt a környéket, azóta kicsit megváltozott a véleménye. Igazán komoly veszély az, hogy akik most érkeznek ilyen újonnan, vállalkozóként, befektetőként érkeznek a Kámi-medencébe, őket már egyáltalán nem érdekli ez a hely, ők anyagi lehetőségeket, befektetési lehetőségeket keresnek, és ez nagyon komoly veszély. Nem csak a turizmus, hanem a helyi életvilág és minden olyan ember számára, aki már ott van. Köszönöm szépen. Az előadásán ilyen pontra látjuk a konfliktusokat, fejlesztés, nem fejlesztés, fejlesztés, siker, jubli, nem lét, hova vezet és mit okoz ez egy adott területen. De hallgassuk meg Székely Vitát, az LMDH politikának, aki első készből, hogy mondjam, tehát közvetlen több helyről is hozzá tapasztalat. Köszönöm szépen, sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Én a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatot képviselem itt, aki a kétnapos konferenciában szakmai együttműködő partnerként vett részt, és 15 kollégámmal együtt vettünk részt ezen a két napon. Mi egy országos vidékfejlesztési hálózatot működtetünk, minden megyében jelen vannak a kollégáink, és ezek a kollégák voltak itt ebben a két napban. Mi kevésbé kutatunk, mi inkább gyakorlati tapasztalatokat szerzünk vidéken, azonban én fontosnak tartottam, hogy a kollégák megismerjék a jelenlegi kutatási eredményeket, a kutatási irányokat, és egy kicsit részt vegyenek így a tudományos életbe is bepillanthassanak. Én gyakorlati példákat fogok hozni, bármilyen hihetetlen, és szerintem Guszti előadásához kapcsolódik is az én témám. Én nekem veszőparipám az, hogy amikor fejlesztéseket próbálunk tervezni, vagy vidéket fejlesztünk, térséget fejlesztünk, területet fejlesztünk, akkor vajon mennyire veszük figyelembe azt, hogy az ott élő emberek mitől szeretnének ott élni, vagy mitől lenne nekik jó ott élni. Nagyon kevés az a koncepció, vagy az a stratégia, ami ezt figyelembe tudja venni. Én erre szeretnék egy kicsit rávilágítani ebben az előadásban. Hát vidéken élni vajon idilli, vagy éppen valóság. Hoztam két képet, két ingatlanbazáros hirdetésből. Én ugye Győr mellett lakom tényleg 1900 fős településen, és például Győrben vehetünk egy gyönyörű szép lakást 128 millió forintért. De Győr új barátom, ami gyakorlatilag egy nagy falu, ott vehetünk egy parasztházat 150 millió forintért. Négyzetméteren majdnem egyformák, és direkt olyan képet hoztam, mindegyikben van kandalló vagy kelence. Tehát igazából kinek mi az igénye, ki hol szeretne élni, brutális árak vannak. Tehát most már a mi térségünkben a vidéki élet az olcsóságról szól, nem a könnyű lakhatási körülményekről. Nyilván Nyugat-Dunántúlról beszélek, vagy most egy Győr környékét hoztam fel példának. Tehát már ez sem olyan egyszerű, és ez sem olyan egyértelmű, hogy miért költözik az ember vidékre. Az első képen egy tényői parasztház látható. Nálunk hársanok maradtak meg ilyen állapotban, felújították őket, valamiben laknak, valami nyaralóként működik. Van egy ismerősöm, aki vett egy ilyen házat, én fiatalok voltak,
úgy gondolták, hogy ők egy bályukházban szeretnének élni. Nekik ez a nyugalmat jelentette, a csendet, azt, hogy majd így fogják a gyerekeiket felnevelni a jó levegőn. A lány apukájának viszont ez a parasztház, vagy egy parasztház, a szegénységet jelentette, hiszen ő gyerekkorában itt élt. És ő neki ez egy rossz élmény volt, ő úgy gondolta, hogy őt ezért lenézik gyerekkorában, hogy egy vályokházban a földes szobában él. Ezért ebből nagy konfliktus volt a családban. Tehát ez is egy figyelembe vehető tényező lehet, hogy él még ez a generáció, aki ezt megtapasztalta és a mai napig ezt átéli. A másik képen kukoricát mozsoló gyerekek vannak. A gyerekek már érettségizni fognak körülbelül, tehát ez egy régebbi kép. De nagyon szeretem, mert ez egy tájházi program volt nálunk, ahol hát mit csináljanak a gyerekek, vittünk nekik egy zsák kukoricát, ők ezzel egész nap el voltak. Gyakorlatilag ez valami 0 forintos történet. De ez is ugyanolyan példa, hogy él az a generáció, akinek gyerekkorában kukoricát kellett mosolnia és utálta. Tehát nehéz eldönteni, hogy mikor teszünk jót, vagy mi az, ami valakinek vonzó lehet egy vidéki élet tervezésénél. És hát miért vágyik az ember nagyvárosból vidékre? Ugye tapasztalhattuk most itt a világjárvány hatására, hogy felfedezték a vidéki erdőket, egyre többen járnak kirándulni, ez most nagyon felkapott lett, hála Isten. Ezen kívül ugye a home office lehetősége miatt teljesen mindegy volt, hogy milyen messze vagyunk a várostól, milyen messze vagyunk a munkahelyünktől, hiszen be voltunk zárva a szobába, és onnan ugyanúgy tudtunk dolgozni, vagy szinte ugyanúgy, mint amikor be kellett járni. Ugye a természetközeli életem azt értem, hogy szintén talán a Covid hatására erősödött fel azt, hogy mindenki szeretett volna otthon zöldséget, gyümölcsöt termeszteni, ha értett hozzá, hanem nyilván több-kevesebb sikerült is az embereknek, felmerült a gyöngyén. Talán jobb a közbiztonság még vidéken, és nagyobb élettereket tapasztalhatunk. A nyugalom ugyan már a Huszti által mutatott helyen nem annyira létező fogalom, de azért egy átlagos vidéki településen még viszonylag nyugalomban lehetünk. Jobbak a környezeti feltételek. Van, akinek ugye gyerekkori emlékek kötik a nagymamánál nyaralt, szeretne visszatérni neki, ezt a jó érzés, ezt a jó élményt idézi fel egy vidéki ház, vagy egy vidéki környezet. És az is meghatározó lehet, hogy valakinek például a szülei vidéken élnek, és ő hazaköltözik, akár már középkorban, vagy a gyerekeit nevelni vidékre. De aki hazaköltözik, vagy oda költözik, az hogy fog tudni beilleszkedni a vidéki környezetbe? Ugye elvárjuk azt most már, hogy ugyanolyan szociális, egészségügyi szolgáltatások legyenek, a közszolgáltatások rendelkezésre álljanak. Ez nem minden esetben valósítható meg, de az elvárás az mindenkiben megvan, hiszen eddig akár ezt szokta meg neki jár. Esetenként hiányzik az infrastruktúra, nagyon rosszak az utak helyenként, nehéz hazajutni. A munkahely, ki tudja milyen távolságra van a lakóhelytől. Vannak-e oktatási intézmények? Most már ugye nagyon ritka a nagy településen az, hogy nincsen bölcsöde, óvoda, az iskola az már nagyobb kérdés. Ez nagyon fontos a kiköltözőknek. Ezen kívül a szórakozási szabadidős lehetőségek megléte vagy meg nem léte is kérdéses lehet. De amikor oda költöznek, és ezek a feltételek talán nem is kerülnek mérlegelésre, akkor azzal szembesülünk, hogy hangos a harangszó. Ezek élő példák, hangos a harangszó, miért harangoznak olyan sokszor, miért harangoznak már reggel 5-kor, miért harangoznak még este 9-kor is. Nyilván egy vidéki embernek ezek a harangszó és az időpontok jelentettek valamit, egy városi embernek kevésbé mondanak bármit. Kukorékkal a magas, bármilyen hihetetlen, tényleg így van. És akkor felmerül az, hogy kinyírja le a füvet az ő háza előtt, kié a záró, kié a járda, kitakarítja el a havat.
Ugye ezekre nehéz választ adni, mert ez egy ott élő falusi embernek teljesen természetes, hogy lehet, hogy nem az ő tulajdoni lapján szerepel az előtte lévő járda meg az áron, de ő rendbe fogja tartani, hiszen ő is ezt nézegeti minden nap. És aztán a legjobb, hogy ugye szabad a hétvégén füvet nyírni. Hát mivel mindenki dolgozik, mindenki hétvégén szeretne füvet nyírni, de lehet ezt is nyilván szabályozni, hogy ne lehessen, és akkor még jobban megnehezítjük a saját életünket vidéken. Én azt gondolom, hogy ezekre a kérdésekre jó választ adhatnak a vidéki közösségek, akik próbálják szervezni egy-egy falu, egy-egy térség életét. Hoztam pár képet, hogy tényleg a minden generációban jelen vannak olyan akár bejegyzett civil szervezetek, akár csak szívesen összejáró csoportok, akik meghatározóak lehetnek azok számára, akik valahova oda költöznek. Hogy jobban be tudjanak illeszkedni, hogy jobban bekapcsolódhassanak egy település életébe, hogy jobban belelássanak abba, hogy mi miért történik, hogy ki milyen szerepel egy adott településen. És ez, ha van jól működő vidéki közösség, vagy falusi közösség, nagyban segíti a polgármester, a képviselőtestület munkáját, adott esetben egy oktatási intézményét is, hiszen, mint tudjuk, pénzből van legkevesebb. És azért hoztam ezt a perset, mert sokan tényleg apró pénzből lehet olyan dolgokat megvalósítani, amit sok pénzből nem lehetne. És én hiszek abban, hogyha ezek az emberek, akik erőt éreznek, vagy aktivitást éreznek magukban ahhoz, hogy részt vegyenek egy falusi település életében, azok együtt sokkal többet tudnak tenni, mint akár egy vidékfejlesztési programból megvalósított bármilyen fejlesztés, vagy egy topos beruházás. És a gyerekeknek szoktuk mondani, de szerintem a felnőttekre is igaz ez, hogy önkénteskedni menő. Ezt javaslom mindenkinek, és köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen. Hát látszik, hogy itt egymásban kapcsolódnak ezek az előadások és a problémák, milyen közösség attól függetlenül. Melyik részét vizsgáljuk, vagy melyik részére látunk rá. Engedjenek meg, eszembe jutott, hogy Rita mondta egy vicc, ahogy felült így, hogy szabadalmasan állt füvet nyírni, ezt hadd meséljem el, hogy hét szomszéd adja már kölcsön a fűnyíróját, a motoros fűrészét, ja, és még, nem tudom, még egy gépét. Szerintem miért szomszéd, mit akar csinálni? Hát aludni szeretnek. Így néz ki itt a konfliktusok is. Ahogy hallottuk, de most hallgassuk meg a felkét hozzászólások közül az utolsó előadást, az utolsó előadót, Vali Viktor, aki a KRTK-RKI, Regionális Kutatások Intézete igazgatója, és emellett MATE részállású docense a Vidékfejlesztési és Fenntartható Gazdasági Intézetben. Köszönöm szépen a felkonferálást, és egy picit más oldalról közelítem, vagy más perspektívából közelítem meg a témát. Méghozzá helikopter perspektívából egy kicsit felülről nézve a dolgokat, méghozzá a környezet politika oldalára, ugye a helyi, illetve ez a nagyon felső perspektíva, ez ugye elég jól összekapcsolódik, éppen Gusztának az előadásában már felvetődött ez a téma, és igazából arra próbálnék, hogy rágyújtani, hogy például valaki elolvassa az agrár stratégiát, akkor ahogy Rodapács említette, miért van benne egyre több és több környezeti elem, vagy környezetpolitikával foglalkozó elem. Azt a címet adtam ennek a diának, hogy Európa fejlesztés politikája jelenleg zölden világít, és főként a városokra. Tehát persze a vidékfejlesztés zöld fényre alapvetően azért, hogyha megnézzük egy kicsit jobban, akkor a városokra esik a legtöbb figyelem.
De hogy megmaradjunk a vidéknél, ugye... ugye olyan elképzelések vannak a Green Deal-ben, vagy a zöld megállapodásban, hogy Európa területének 30%-a 2030-ra legyen jogilag védett, tehát nagyjából ilyen Natura 2000 területe legyen lefedve. Magyarország ugye ebben elég jól áll 21%-kal, az uniós átlag az olyan 18%. Azért vannak kétségeim, hogy ez fog-e sikerülni, pláne, hogy esetleg megnézzük egy top stratégiát, ahol mondjuk a városfejlesztésre vonatkozóan olyan meglátások vannak, vagy olyan elvírások vannak, hogy a Natura 2000 területeknek a nagyságát meg kell tartani. Tehát ez ugye nem előrelépés, hanem ez stagnálás kérdője. Körforgásos gazdaság, ami érinti a biogazdálkodást is, vagy ahhoz is hozzákapcsolódik, a célszámít 20%, hogy az Európai Unió területének 20% a biogazdálkodás alá kerüljön 2030-ra. Magyarországon ez 303.000 hektár volt 2019-ben, ez olyan 6%. Egyébként a tendencia viszont jónak, vagy biztatónak tűnik, ugyanis csak egy év alatt 2018-19 között kb. 90.000 hektár került jó gazdálkodásba bevonva. És ugye van ez a Farm to Fork stratégia, ami számos olyan kihívást tartalmaz a vidéknek, ami legalábbis szerintem azért elég sok kihívást tartalmaz a következő még néhány évre. Meglátjuk, hogy sikerül ezeket az akadályokat venni. És itt van még az EU taxonómia, zöld befektetések, az ESG rendszernek a bevezetése. Ugye ami szintén a vidéki gazdálkodókat fogja egy idő után kihívásai állítani, hiszen ezeknek a standardeknek meg kell nekik is felelniük. Először még csak ilyen puha jelentés szinten, aztán egyre keményebb és keményebb feltételekkel. Tehát ez is egy újfajta kihívás lesz, lehet, hogy ez majd csak 2030-as évekhez közelítve, de szintén számos az ő politika ebbe az irányba tolja tulajdonképpen a gazdálkodókat is. Hogyha megnézzük, hogy milyen aktív missziók vannak, itt is azt mondhatjuk, hogy ezért alapvetően a városokra fókuszál, hogy nagyon sok a városi dolog jelenik meg, a klímasemlegés és okos város, vidék tekintetben az egészséges talaj, de hogyha partnerségekre fókuszálunk, akkor kimondottan város központú a zöld stratégia. Ugye, és akkor találhatunk egy olyan hívó szót, ami hirtelen biztató lehet, ugye a területi igazságos átmenet, ugye Magyarországon Borsod-Abolyszentmérre vonatkozik, Hevesre, Baranyára. Hogyha egy kicsit beljebb megyünk, akkor tulajdonképpen, hogy kicsit megnézzük jobban, hogy mi is ez a területi igazságos átmenet. Ez alapvetően megint zöld politika, tehát hogy az átállást, a szindioxid kibocsátás csökkentéshez kapcsolódó átállást segítse, vagy támogassa. És hogyha megnézzük kicsit jobban mondjuk a baranyai igazságos átmeneti tervet, hogy milyen szereplők vannak benne, akkor meg azt találjuk, hogy nem a vidéki szereplők, vagy nem a kimondottan a vidéki gazdálkodók azok, akik célozva vannak, hanem cementgyárak, a városi hulladékgazdálkodók, a városi hulladékgazdálkodás valahol most nem megyünk, hanem ez egy nagyon hosszú történet. Tehát megint nekem legalábbis hiányérzetem van ezzel kapcsolatban. És akkor gondoltam, hogy akkor elmegyek Brüsszelbe, megnézem közelebbről, hogy milyen helyzet ezzel az egész zöld politikával, és volt szerencsém részt venni egy workshopon, ahol mi másról lett volna szó, mint a tiszta mobilitásról. Ugye számunkra nagyon sok dolgot hallunk elektromobilitásról, hidrogénvölgyek kialakításáról, és hál' Istennek az volt az egyik üzenet ennek a workshopnak, rögtön a harmadik mondatban elhangzott, hogy jó, beszélhetünk itt tiszta mobilitásról, de hogy van itt 130 millió uniós állampolgár, akinek a mobilitás az, ami problémát okoz. Ez nagyjából ugye az unió, a jelenlegi unió bőven egy negyede gyakorlatilag nem tud megmozdulni, vagy kimozdulni a saját településéről. Az ESZPON, ugye, aki területfejlesztéssel foglalkozik, ő is elindult egyfajta olyan irányba, hogy nem az adminisztratív lehatárolású
földrajzi egységekre fókuszál, hanem kimondottan probléma a specifikus erővel volt szó tegnapi nap folyamán is, és olyan relatív elszigetelt területekre próbál meg, vagy egyébként területekre fókuszálni fejlesztési szempontból, ami szintén egy esélye lehet a vidéknek, vagy a vidéki térnek. Ugye, hogyha megnézzük a Kehopot, ezt az elvárt kölcsön vettem a fejlesztés politikától, ugye a Kehopot, illetve a Kehopuszt, akkor azt láthatjuk, hogy alapvetően nagyon hangsúlyosan váltak a zöld célok ebben is. Az energetika mellett, értelemszerűen a megújuló energetika mellett, de hogy a körforgásos gazdaság, körforgásos hulladékgazdálkodás, ugye 2030-ra elkerülünk, hogy a lerakott hulladékoknak csak a hulladékoknak csak 10%-a kerüljön a lerakásra, amíg az 50%. Tehát ezért transformálódott, tehát például a hulladék gazdálkodás és körforgásos gazdálkodásra. Ugye a TOP Plusznak milyen területi fókuszai vannak, nézegettem, kevésbé vagy a legkevésbé fejlett régió, szintén volt már róla szó, komplex programmal fejlesztendő 36 járás, de azért ott vannak mellette a fejlettebb térség, illetve a fenntartatott városfejlesztés, ami szintén egy kiemelt programja a TOP Plusznak. És akkor mik várhatóak, ugye, hogyha megnézzük az energiastratégiát, vagy megújuló energiastratégiát, ugye az látható, hogy ma, illetve az energiastratégiát biomassza dominanciával számol. Ugye ennek olyan negatív következményei vannak, mint például egy pécsi hőerőmű, aminek ugye az 50 megawattos rendszer, az fatüzelésű, a 25 megawattos lágyszárú tüzelésű, 100 km-es körzetben gyűjti be a nyersanyagot, hogy úgy tetszik. Horvátországot is beleértve. Most már néhány egység átállt biomasszáról hulladék égetésre. Nem tudom, hogy ez jó, de ha megnézzük a körforgás gazdasághoz kapcsolódó hulladék piramist, akkor ez csak a második lépcső, tehát még messze vagyunk a tökéletestől. Ha megnézzük az energia termelésben ugye a napelemes hangsúlyokat, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag a tavalyi rácsatlakozási zárást megelőzően ugye Magyarország elért egy 1800 megawatt pikes kapacitás, beépített kapacitás napelemes energia tekintetében. És ugye várnak a beruházók, várnak a családok arra, hogy esetleg ezt növelni tudják, már pedig növekedés lesz, mert hogy az energiastratégia továbbra is azt írja elő, hogy 2030-ra 6500 megawatt peak, 2040-re meg 10.000 megawatt peak napelemes energia termeléssel számol. Ugye a nagy kérdés, ami a vidéket érinti, hogy hol épüljenek meg ezek a napelemes energia termelő egységek. Ugye egyre több és több helyen már látjuk azt, hogy mezőgazdasági területekre kerülnek ezek a napelemes energiatermelők, hogy a napelemek egy-egy fél megawattos rendszer, mondjuk betagad egy fél, vagy egy-egy focipályán területen, de mondjuk egy 10 megawattos, vagy egy, hogyha elszerelik egy 6500 megawattost 2030-ra, ez elég sok kérdést vet fel vidéki szempontból, vagy mezőgazdasági, agrárgazdasági szempontból. És ha már kutatói intézetből jöttem, akkor muszáj gyorsan egy kutatásra is felhívom a figyelmet. Ez egy országos kutatás, ahol klímatudatosságot, klímapolitikai hozzáállást, vagy klímapercepciót vizsgáltunk. És a nagy kérdés, illetve a hipotézisünk az az volt, hogy ne az adminisztratív területeket vegyük figyelembe, hanem tájbeosztás alapján próbáltunk meg egy nagy mintás reprezentatív lekérdezést végezni, mert hogy ez volt a hipotézisünk, hogy nem a megye határ, vagy a kis térségi határ, vagy az adminisztratív határozza meg, hogy ki mennyire érzi a klímaváltozást, vagy ki hogy gondolkodik a klímaváltozásról, hanem inkább a táj jelleg az, ami befolyásol, hogyha valaki egy erdősebb, erődékesebb területeken feltételezések szerint máshogy éri meg a klímaváltozást, mint mondjuk egy mezőgazdasági területen. Előzetes eredményeink vannak egyelőre. Ami érdekes, ugye, hogy
volt egy olyan kérdés, hogy felsoroltunk 12 problémát, társadalmi problémát, hogy ebből hármat lehetett választani a válaszadóknak, arra gondolkozom, hogy melyiket tartja a problematikusabbaknak. Érdekes módon a klímaváltozást megnézve, a vidéken élők, községekben élők, ezek nem tartották annyira problematikusnak, mint például a városban élők. Ez egy érdekes eredmény. A másik, hogy bizalmi oldalával is megközelítettük ezt a dolgot, hogy mennyire bíznak az intézményekben a lakosok, a hazai lakosok, és azt láttuk, hogy minél inkább lejjebb a település hierarchiába, tehát minél inkább a községekben gondolkodunk, annál kevésbé bíznak az intézményekben a válaszadók. Tehát, hogyha meg szeretnénk oldani a klímaváltozáshoz kapcsolódó problémákat, akkor valószínűleg hogy ezen a bizalmi kérdéseket is változtatni kell, és alkalmazkodni kell hozzá. És akkor volt néhány olyan kiemelt terület az előzetes eredmények alapján, amelyek a percepciók alapján, vagy a válaszadók alapján komolyabban veszélyeztetik az éghajlatot, komolyabban érzik az éghajlatváltozást szignifikánsan, mint a többi tájban élők. Ez a három... Felső-középső-vidéki területek azok. Természetesen még rengeteg elemezni való adat van ebben a kérdében, hiszen ez most folyik. Hogyha kíváncsiak a végeredményre, akkor ez itt a reklám helye. Valamikor az ősszel megjelenik a 2023-as területi riportunk, amiben lesz egy fejezet ezekről ennek a kutatásnak az eredményeiből is. És akkor én köszönöm szépen a figyelmet. És most önök következnek, remélem neki jegyzetelt, hogy milyen kérdést tud melyik előadáshoz hozzátenni, úgyhogy kérem, hogy hozzászok a soha a kérdést. Igen. Akkor van. Örültem, hogy elhangzott ez a növekedés-fejlődés, mert erről tegnap is sokat beszéltünk, hogy mit értünk ez alatt, illetve nem tudom pontosan, hogy fejezte ki terhelhetőség, vagy mit bír el a környezet. Ehhez szeretnék hozzászólni, hogy tervezési gyakorlatban ez hogy jelenik meg. Tegnap is volt szó róla, hogy a megyei területrendezési tervek eltörlését tervezi a Építési Minisztérium, és többek között ebben volt egy olyan alátámasztó munkarész a területrendezési tervekben, hogy egy tárgyalhetőség vizsgálatot kellett végezni. Igaz, hogy nem elfogadási munkafázis volt, nem is nagyon vették figyelembe. Magunknak megcsináltuk, hogy egyáltalán lássuk, hogy hol van lehetőség, még fejlődésre vagy fejlesztésre és hol nem. És itt két dolgok, ugye ez ilyen tényinformatikai, digitális elemzésen nagyon jól követhető, az ilyen passzívus, statikus felvényeket az ágazatok szépen meg is adják. Igazából csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy pont a turisztikai szektorban, és itt kapcsolódik a Balatonhoz, mert elég régóta foglalkozom vele, inkább a parti területekkel,
hogy ott is egy olyan igény mutatkozott, hogy a turisztikai adatok nem nagyon hozzáférhetők 2014-től, ugye a KSH nem szolgáltatja nyilvánosan, a vendégészakát, szálláskérőhelyeket, nehogy érzékeny adat, és enélkül, illetve olyan adatok kellenének még, ami úgymond az ilyen embersorgalom, az egynapos látogatottságnak a mozgása, hányan járnak le a strandokra, partra, egy-egy vonzerőt hányan látogatnak, ilyenre egyáltalán nincs adat, és ez kérdés is a kutatókhoz, vagy a tudományos szakemberekhez, hogy tudom, hogy folynak ilyen ciklikus vizsgálatok, de hogy ilyen állandó adatsor jó lenne a tervezőknek egy turisztikai fejezet megírásához. Ez az egyik észrevételem, illetve ez a Balatonnál úgy merült fel, ugye, hogy tudjuk, hogy mondjam, túl van terhelve bizonyos területe szerintünk, és na most mivel itt is konkrét adatok, mondjuk egy tó terhelhetősége, akár még mire, hány strandolót, hány hajót, hány kikötőt, erre megvannak a hatóságoktól az adatok, illetve hát a strandra jár, az már változó, hogy tudja az önkormányzat szolgáltatni, de szerintem a döntéshozók óckodnak ettől, hogy kimerjük mondani, hogy a Balatonon most 14 ezer hajóférőhely van, és csak növeljük, sőt, hát annyira elmondásos dolgok történnek, hogy strandterületen kikötőt építünk, mondjuk Balatonföldváron, tehát ezek elképesztő dolgok, viszont arra, hogy hány embert látogat oda, mint egynapos turista, mondjuk a Veszprémből lemegy a csopak a strandra, vagy mondhatnék más is, ezt nem tudjuk, tehát hogy oda mennyi szabad zöld terület kellene, vagy a strandokat mondjuk növelni, tehát ilyenekről azért nem hallunk, nincsenek is ezekre nagyon pályázatok, de hát még a tervezésben sem nagyon lehet leírni, de nem is tudunk leírni, tehát ez csak ilyen megjegyzés volt, köszönöm szépen, és nagyon érdekes volt. Én köszönöm szépen ezt a hozzáfűző gondolatsort. Én annyival egészíteném ki, hogy akkor, amikor én korlátokról beszélek, igen, ez nyilván az épített környezetre és a természetes természeti környezet is vonatkozik. És most a természeti környezetre vonatkozott nagyon szépen illusztrálva ön is megmutatkozott a mostani előadásokban. És az épített környezet, az infrastruktúrák, az autópályák története is ugyan erre vezet. Nekünk volt egy Belencei tavé, mint a helyünk, Pázmánd, ami egy nagyon élhető kis csinos ékszer doboz, a budai oldalhoz borzasztóan közel, gyakorlatilag az egy délután és egy hétvégi programok színhelye, és eljutott oda ez a falu beköltözések révén, hogy a Szőlőhegynek nevezett klasszikus eredeti zárt kerti rendszerű szőlőműveléses, igazából védelmet élvező, tényleg csodálatos értékek, még most külterületen, valószínűleg néhány éven belül új rendezési terv kikényszerítésével belterületbe fog kerülni, mert már megvan rá az az akarat, megvan rá az a befektetői kör, aki panorámás ingatlanként fogja értékesíteni, és vesztére ez a település az egy órás Budapestet elérő egy órás időkörön belül van, most még az autópályán. De ha megemelkednek a környező települések, ez hasonlóan települések lélekszámában, ez a durva arány, ez néhány év alatt 20-30-40%-os népesség növekedést jelentve, az ingázási rendőri Budapest felé vezet, ez élhetetlenné teszi az egész környezetét. Egy tanács, a Veszprém Egyetemen a Magyar Turisztikai Tanszék Súlyok Judit vezeti azt a
a céget, ők csinálnak ilyen panelvizsgálatot minden évben. Tehát a vele szívesen összekötlek, vagy nem tudom, ismered, akkor nem kell. A másik pedig, hát ugye elindult ez az ENTAG rendszer, amiben tehát régen is, régóta foglalkozom turizmussal, és a kereskedelmi szálláshelyek az viszonylag korrekt volt, tehát azt azért lehetett valamennyire használni, hogy a kereskedelmi szálláshelyeken mennyien szállnak meg. A magánszálláshelyek az teljesen használhatatlan volt, pedig azért ott a, nyilván a Balatonparton nem, de a Balaton felvidéken gyakorlatilag szinte magánszálláshelyek vannak, vagy többségben azok vannak. Most elvileg az ENTAG rendszerből kellene tudni, de hát nem adnak, és akkor itt nem tudom, tehát hogy lehetne esetleg ebbe az irányba valamilyen nyomást gyakorolni, vagy kérni, hát miért nem adnak, tehát teljesen obligátlan, tehát nyugodtan adhatnának. Hát így ezt javaslom, hogy álljunk össze, és próbáljuk elérni, hogy adjanak, mert nagyon sokat segíteni sok. Nem csak a kutatóknak, tervezőknek, nem csak másoknak. Köszönöm szépen. További hozzászokás kérdés. Bódi Ferenc politika tudományintézet. A főigazgatónak a utazásához szeretném csak egy lábjegyzetszerű megjegyzést tenni. 2007-ben vizsgáltuk az addig felmerült összes fejlesztési forrásnak a településre a hatását csodára válítva. Egy ilyen végtelenített logaritmus a Kecskeméti osztályon dolgozó fiatalok, akkor még fiatalokra és ilyen igen, de úgy ahogy mondtam, tehát, hogy mesterséges, és ott még azzal is lehetett buherálni, hogy most a medián kitárt összeállt le, hiszen fölbeszél, amit van egy valamelyet. Hogy változik az eredmény, de nem változik is. Ezzel kapcsolatban az lakányban volt egy nagyon jó módszertan, amikor ebben az esetben lehet-e alkalmazni. Mert azt történt, hogy jó esetben, ugye, az a kicsérségeknek adta a támogatást, amelyek viszonylag virtuálisak, most is jól nekik fejlődésképesek, azok kaptak, akik többségében azért a betegek és problémásak. A kirajzolt térképre akkor az jön ki, több mint úgy tisztelesen, hogy az elmaradó térképeket a kicsérségek kaptak, amit nem adottak, nem kaptak, mert hogy ez viszont így van. Akkor ez nem ugyanaz az esetben például, amit az orvostudományban, hogy a különböző betegségben szenvedő kapja a placebót, meg a gyógyszert, és utána össze van hasonlítva, hogy milyen hatást lehet, mert eleve ugye az egyik fele a tisztességnek, vagyis felüljük a másik meg nagyon beteg. És akkor mind a kettő utána meg összehasonlítható, mert az egyik kapja a placebót, aki nem beteg, a másik meg kapja a gyógyszert, aki beteg, tehát akkor a két-két dolgokat összehasonlítható. Van egy
két dolgot kombináltuk. Az egyik ez a párosítási dolog, a másik meg ezzel a különbség-különbsége módszere operáltunk, utána volt egy hosszabb időszak, amit össze tudunk hasonlítani, ahol ugye az a feltevés van, hogy ez egy párhuzamos feltevés, hogy ha eltér a két kiinduló pontból húzunk így párhuzamosan valamit, és az nem párhuzamos, akkor amennyi eltér a párhuzamos, hogy akkor az lesz a különbség. Tehát azt gondolom, tehát amit módszertan megértett ebben a dolgba csinálni, ezt megcsináltuk. Amikor folytonos propensity score-t használtuk, attól kezdve meg nem volt szükségünk semmi mesterséges megmisztetésre. Tehát akkor ez egy folytonos változó. De maga az algoritmus, ugye akkor különböző osztályokkal osztja. Csak ott minden ad. Ami abban a szempontból érdekes, hogy a hatásoktól kezdve nem egy fekete-fehér igen, nem, hanem ugye hát egy kvantis regresszióban, hogy az egész szavazolásban látjuk az egészet. De ezt szerintem különben beszéljük. Tessék, és mind az öt előadóhoz hozzá szeretnék elkezdtük a főtitkárasszonnyal a történetiséget a tekintetben, hogy Vályogház, fiatalházas, apa, korszerűség, szegénység és meggyőzés. Ugye ebben az országban az állam szokott minősíteni mindent. Ha valaki előveszi a furcsa nevű gróf nevével fényjelzett tanterem, iskola és pedagógus lakási programot, akkor ott az állam nyilvánította ki, hogy az újonnan épült tantermek, pedagógus lakások és így tovább nem lehetnek a szegénység jelképéből Vályogból, hanem termésfő alapon, szigetelve, téglával és palával burkolva készülhetnek el, mert a másik az a szegénység. Volt egy másik döntése is a furcsa nevű grófnak, illetve a tervezőinek, hogy meghatározta a telekrendet. Hol van a sertésor, és hor, hol van a baromfior, és hol van a WC, vagy falun ugye nem volt víz, a budi helye. Ezt azért szeretném elmondani, mert ebben az országban a döntések és az egyedi megoldások azok furcsán épülnek egymásra. Ugyanez megtörtént a MÁV állami építésénél, ha valakinek még van élménye a bakterházakról, a bakterházaknak kérem szépen szigorúan tervezett modernizációs küldetése volt, megint eljuthatunk a... És volt ugye Magyarországon egy hangja, amely szövetkezeti mintakösségeket akart építeni, és egyet megépített, ugyanezzel a telekrendi mélységgel 1945 előtt meghatározva tulajdonképpen minden elemét a belteleknek. Tehát a mindenkori állapotokhoz való viszony és a folyamatnak a kezelése az rendkívül izgalmas és problémás. És az utolsó adalékom a Viktorhoz. Ugye itt most megy a kutak körüli herceg-urca, nem tudom én hány éve, engedélyezés. Én viszonylag fegyelmezett ember vagyok, utána jártam a dolognak, én vettem egy házat Pécsváradon, egy körülmes építette, és a teljes építési dokumentációt idatta. Ugye 1955-ben azzal a kikötéssel engedélyezték a ház tervezését,
hogy előzetesen elkészíti a gyűrűs utat, és engedélyezi a vízminőség alapján a hatóság az építést. Én elkezdtem a jegyzővel játszani, megkérdezni, hogy ez érvényes-e még ma, bár a Rákosi pecsét van rajta. Azt mondta, hogy mennek a fenébe, hát rajtam kívül ki foglalkozik ezzel. Mondom, az a furcsa dolog, hogy ha mindenkor újra kezdünk mindent, akkor bizony a furcsa dolgokhoz jelent. Én egyébként a folyamatosságnak a híve vagyok. Szoktam mondani, tegnap akartam, de már keveset szeretek beszélni. Én minden tervező számára kötelezővé tenném Kollonics Lipót Magyarország új berendezkedésének koncepcióját, tervét mellékleteivel együtt. Igaz, hogy ez majdnem 600 oldal a mellékletekkel együtt, nincs meg magyarul, meg nincs meg angolul, csak németül, de abban a mélységben tervezett meg mindent, ami ma szinte elképzelhetetlen. Igaz, hogy egy olyan konstrukcióban, amikor kvázi tiszta lap volt az ország történetében. Na most ma nincs tiszta lap, és feltehetően mindenki minden korláttal számol. Tehát ami végezetül az öt megközelítést illeti, tehát a múlttól a jövőig, akár meddig gondoljuk a környezetnek a jövőjét, van egyfajta belső inkonzisztencia a teljes gondolkodásunkban. Tehát valamikor belépünk valahova, ez lehet a Káli-medence, és ott kezdődik minden. És lehetne tovább sorolni Komlóskát például, mert hát hogy az egy külön világ, és minden elemében rendkívül sajátos. Tehát én nagyon nem szeretem, amikor megszakítjuk a múltunkat. Akár kinyilatkoztatunk alaptörvényben, alkotmányban, hogy ami előttem volt, az nem ér. Mert él, és itt van közöttünk, kezdve a, nem akarom mondani, mert hála jó Istennek nagyon sok fiatal hölgy van, ugye a vályoknak megvan az a pikantériája, amíg a fiatalasszony apja még emlékszik, én is emlékszem, mert ott nem a földes padló a meghatározó, hanem a lószarral tapasztott padló, és annak a szaga megmaradt. Tehát egy iskolában lehetett tudni, hogy ki jön vályokházból, már elnézést kérek. Tehát furcsa dolog ez, de én ennek ellenére a folyamatosságnak vagyok a hívben. Köszönöm. Szilvás István, nehéz egy Fagnél Wendel után megszólalni ebben a szekcióban, ráadásul Fasztert koptató budaiként, akinek olyan elég sok gyerekkori vidéki élete van. No, amit szeretnék felvetni, hogy először is a mi olvasatunk szerint a település egy élő organizmus, aminek persze lehet olyan életörvényt adni, hogy születik, felnőtt kor, aztán halál, de mi nem erre helyeznénk a hangsúlyt, hanem a természeti környezet, az épített környezet, a helyi társadalom útja, jelenje, jövője, egységében való különböző mozgások. Ha ezt lehet még cizellálni, akkor a viszonyrendszer és nyilván a településen kívüli világgal, és itt jönnek a, persze a vajodalmak. Ugye három példa, aztán két példatárat hallottunk, a Káli-medencével kapcsolatban egy megjegyzés jön elő. Nem tudom, aki esetleg valaha is tudja azt, hogy ugye 1972-ben indult Magyarországon a táncszáz mozgalom, akkor csináltuk az első táncszázat, amit ugye székvárosából, Erdélyből való szokást hozott át a Pestre.
Na most, aki ma elmegy székre, megvan a Kalinin háza, a táncház, kiüzemelteti, kitartja fel a hagyomány. Egy holland betelepülő, aki ott tanulta meg a magyart, aki ott hordja a... Tehát vannak ilyen példák. Na most azt hiszem, amit felemelnem, többször elhangzik a vidék, és én az a két nap alatt álmodan azzal problémázok, hogy van, aki úgy kezel, ami nem főváros az vidék, aztán az el is hangzott egyszer. Én föltettem azt a kérdést ide délőtt, hogy van-e agrárvidék, amiről részben kaptunk választ. Én azt hiszem, hogy a magyar nyelvben túlságosan leegyszerűsítő, talán a rural, az angol, meg a countryside disztinkciót valahogy Magyarországon is létre kellene hozni, hogy egyértelmű legyen a dolog. Na de akkor a vidéknek az az egység, amiről most példatárat kaptunk, az úgynevezett falu. Nekem nagyon zavar az, és említsen nem kérdés, hanem kinyilatkozás egy kicsit, bármi is azt hiszem, hogy itt egy községfejlesztési programot hajt végre a kormány, ez egy nagyon fontos dolog, nagyon alapvető dolog, amikor orvosi rendelők utakat támogat 5000 lelkes község, 5000 lelkes települések alatt. De az, hogy mi az, hogy a 21. században a falu kakasztóval, kakasztóval, fűnyíróval, fűnyíróval, ez valahogy én el tudnám képzelni, hogy egy tudományos társaság megpróbálja nekülesekedni, és megpróbálja valahogy az összes szociológiai élményanyagával, tapasztalatával nagyjából definiálni, legalább olyan szinten talán, mint esetleg, hogy itt az előbb elmondtam a település definícióját. Én el szeretném önöket felhívni magammal együtt, mi kezdeményezték ezt a dolgot, és most itt a szünetben a Feldman államtitkáról erre eléggé nyitott lenne. A turisztikai adatszolgáltatással kapcsolatban, szóval én csak gyorsan relakoztam, én ugye mi egyszer legyűjtöttük a Dunamenti települések kereskedelmi szállásait, minden további nélkül a KSH-ból település szinten megkaptuk az éves forgalmat, le tudtuk hívni, ami egyébként zárjelesen azt az eredményt hozta, hogy a balatoni turisztikai forgalomnál sokkal magasabb és sokkal több a Dunamentin, a 140 településnek a kereskedelmi forgalma. Valószínűleg a magyar turisztika ügynökséghez kérde, akkor úgy fordul, hogy a tudományos kutatás céljára egész részletesen adják ki. Én most nézegettem a honlapjukat és ezt az egész, ami sorra kerültem, hagy biztosan, hogy szerintem ezt meg lehet kapni. Köszönöm. Nekem csak annyi észrevételem lenne, hogy én óvajítanék mindenkit attól, hogy egy univerzális, tökéletes definíciót és egy tökéletes szabályrendszert hozzátársítva valósítson meg vidéken vagy vidék kapcsán. Úgy gondolom, hogy helyben dől el. Például az a nagyon egyszerű kérdés is, hogy meg lehet-e zavarni egy misét vasárnap vagy nem. Komboskán nekem teljesen hiteles volt, ahogy elmondták a helyi szereplők, hogy miért nem lehet. És úgy gondolom, hogy a helyieknek vannak privilégiumai, szerintem a ragaszkodás a görög-katolikus hitük okán a vasárnapi úrnapja megszenteléséről, az hadd legyen az ő joguk, és hadd mondják ki azt, mert nekik ez fontos, hogy aki vikendes, szombat este oldja meg, vagy maradjon hétfő reggeli. De ebből nem következik, hogy mindenhol máshol is kell csinálni. Ahol más értékrendek vannak, máshol csinálják máshol. Én nem gondolom, hogy univerzalizálni kell a vidéki keretrendszereket. Még két kérdés hozzászólásra van idő. Két szóval esetleg. Én Pergeri vagyok, valamint azért a vidékkel is foglalkoztam a elegáns mutatások intézetében, és egy olyan kérdésem lenne minden előadótól, hogy azért itt a legtöbb példa, ami elhangzott ilyen esetek szintjén, ami arra mutat, hogy a lefalukon, mert
károkat okoz, akár természet, akár egy társadalom, hol nekem a telekutatásom is, mert voltak olyan tapasztalatok, valószínűleg nem tudom, interjárás, ahol éppen a betelepülés az éppen azt a furcsa dolgot hozta, hogy már itt teljesen felhagytak a kiskertek művelésével a faluban, és teljesen elhanyagoltak ott a porták, és egy-két betelepülő elkezdte megtanítani a helyieket, a Pestről betelepülő, arra, hogy hogyan kell kiskertet művelni, és hogyan kell tüneményeket termeszteni, és az milyen jó, milyen egészséges. Ugyanilyen típusú tapasztalatunk van, Csilló Jutt községből, ahol nekem egy fölőmeni telkem van, és ott is vannak ilyen jelek, hogy pont akik betelepülnek, kezdenek megnézőt művelni, és így tovább. És kérdésem az, hogy önöknek, bárkinek, a kutatásai során, vagy vizsgálatai során voltak ilyen ellenkező, fordított tapasztalatai, tehát nem ez a trend, amit azért főtrend valószínűleg ez a rombolás, meg a helyi érték, meg a szétverése, meg a környezetnek. De ez a fordított trend, hogy a környezet is jobb lesz, a helyi élet is jobb lesz, pont betelepülők által, vagy akár külföldi turisták, tehát turisták, de megveszik az átkezeket, és jó példával vannak elő. Köszönöm. Bászné Bálint vagyok, a Széchenyi Egyetem hallgatója. Délelőtt hallottunk arról, hogy mekkora nagy támogatás, növelés, és mennyi pénz zúdul majd úgymond a vidékre és a vidéki településekre, és itt is láttunk azért, hogy ennek azért milyen hatékonysággal hasznosulnak egyrészt, de ezek a pénzek viszont azt is látok, hogy amikor egy település rákerül egy ilyen fejlődés kényszerpályára, ami bele történik meg, és hatása nincsen, ez mit okozhat az ott élő közösséggel. És az lenne a kérdésem, hogy önök szerintetek mennyire felkészült a magyar vidék, mennyire felkészültek a települések arra, hogy ezeket a támogatási pénzeket megfelelően is meg tudják felhasználni, ahogy az ő személyes helyi stratégiáikban bele tudjon épülni, hogy ne az legyen, hogy mondjuk néhány ágazati példánál, hogy amikor megjelenik egy gépvásárlási támogatás, akkor kétszer akkor a traktor veszünk, mint amennyi, ahonnan a földnek megműveléséhez szükséges. Én azt gondolom, hogy az nagyon jó, hogy költöznek emberek vidéki településekre, tehát én nem azt akartam az előadásomban sugallni, hogy ez nem jó. Az nem jó, hogyha ettől megváltozik a falunak az identitása, a hagyományok mások lesznek. Mutattam egy győri baráti ingatlanos példát, 128 millió forintért parasztház, igaz, hogy van hozzá felszavulna, de hát azért mégiscsak irreális. Győri barát pár év alatt, vagy pár évtized alatt sokszorosára növekedett lakosság számmal, és az összes domboldalt engedték beépíteni ez a panonhalmi domvidék, amiről beszélek. A mellette lévő település tényű, ahol én élek, ott nem engedik beépíteni a domboldalakat. Tehát megvan az a sáv, ameddig lehet építkezni, mi egy völgyben vagyunk, nekünk fontos az, hogy a gyerekeink, unokáink is a domboldalakat nézegessék. És nyilván ez sok mindennek gátja, hogy mi nem engedünk lakóparkot, nyilván ha 2000 fő felé nőnénk, az előnyöket is jelentetne, de nálunk ez iránt elkötelezett az önkormányzat, és a lakosság is támogató ebben. Persze költöznek be folyamatosan, de nem olyan ütemben, hogy az valójában káros legyen a településnek, minden család, minden beköltöző valami újat hoz a településre. Tehát én azt gondolom, hogy ez jó, a mértéke nem mindegy, meg a célja nem mindegy. És Bálintnak pedig azt tudnám válaszolni, hogy
reméljük azt, hogy felkészült a Magyar Vidék erre a támogatási időszakra, és az pedig, hogy a települések majd hogy fognak fejleszteni, vagy mit fognak fejleszteni, azon nagyon sok javítani való lehetne. Tehát addig, míg nincs egy út, amit ők szeretnének elérni, és azon az úton haladnak, és annak fényében fejlesztenek, hogy oda eljussanak, hanem inkább az, hogy jön egy pályázati lehetőség, pályázunk rá, mert ki nem maradjunk. Nyilván az is fejleszt, meg az is visz valahova, csak nem biztos, hogy majd a hatékonysága és a település távolabbi jövője szempontjából ezek az előnyös beruházások. Egy kicsit a támogatásokhoz visszatérve. Ugye ezt mondta, az égből hulló mannát várjuk, hogy arra, hogy jönni fog. De ha elolvasunk az elmúlt 20 év ide vonatkozó irodalmát, akkor és a korábbi kutatásokat is akár, akkor némi szkepszissel kell figyelnem, vagy hogy mondjam, hogy mik lesznek a várható hatások, és ez nem magyar fártól még egyszer. Tehát akár a nevezzük regionális programokat, akár a különböző agrárpolitikai programoknak, ezt elég jó körbevizsgálták különféle országban, és hát udvariasan fogalmazva, hát olyan szerint eredmények jöttek ki, hogy nem annyira optimizmusra adnak okot, de lehet persze egy kicsit cinikusabban is felfogni az egészet, mert hát legalább rosszabb nem lett. Akkor most ehhez hozzászólni, ez a támogatási dologhoz először is. Nekem az előző kutatásom a Kálimedencéről, ez az Encsi kis térségben volt, egy kicsit más környezet, egyik leghátrányosabb helyzetű kis térség, és akkor megnéztük, igazából a Finta Pistának volt akkor egy cikke, amiben összehas, megnézte, hogy kis térségenként különböző erősök programokban mennyi pénz jutott hova, és nem az van, hogy a hátrányos helyzetű kis térségek kaptak többet, hanem a pesti kis térség, meg azok, ahol nagy volt az absorpciós kapacitás, meg sok a vállalkozás és nagy a gazdasági erő, mérföldekkel több pénzt kaptak, mint a szegények. Tehát, hogy igazából a támogatási rendszer nem csökkent, hanem növeli a különbség. A másik, ha megnézzük, és akkor ez Imrének hozzá csatlakoznék, tehát ha megnézzük, hogy az EU-nak az egész költségvetési, most épp nem tudom mennyire 1% körüli az európai GDP 1%-a, hát, és ebből minden mást is fizetünk, nem csak a fejlesztési programokat, tehát most tényleg nem vagyok up-to-date, nem tudom, hogy mennyi, de mindenképpen egy elhanyagolható méretű összeg a teljes gazdasági mozgáshoz, a gazdasági folyamatokhoz képest, ebből tényleg nem lehet csodát csinálni. Hát ha nagyon ügyesen használjuk, akkor lehet, hogy olyan infrastruktúrát, gazdasági, emberi, mindenféle egyéb infrastruktúrát lehet teremteni, amiben lehet segíteni ezeknek a gazdasági folyamatoknak a kiterjedését a elmaradottak területek felé. Tehát, hogy szerintem nem lehet számon kérni igazából a fejlesztés politikán ezeket a nagy eredményeket. Egy csomó más eredmény van, ami lehet, hogy kvantitatív módon nem lehet mutatni, de vagyok, én látom őket. A beköltözéssel kapcsolatban én egy csomó pozitív példát láttam. Tehát, hogy mondjuk ugyanebben a kutatásban a Tomai Királyval egy bécsi kolléga csináltunk egy összehasonlító cikket, amiben Balkanyát és Köveskárt hasonlítjuk össze, és egész más a történet, ez a két gasztrofalú a Magyarországon. Egyébként ők hívják magukat, tudjuk, hogy gasztrofalú, teljesen más a történet, egyszerűen attól, hogy ott, akik oda mentek, hosszú történt, hogy miért, de azok és elkezdték ezt az egész gasztronómiai, nem tudom micsodát, azok oda költöztek, és helyiekké váltak, és ők részei lettek a helyi életnek, a helyi társadalomnak, a helyi közigazgatásnak, és fontos volt nekik, hogy ugye egyébként a nyári hétvégéken kívül is mi történik. És ott például nem engednek olyan vállalkozást nyitni, ami csak a szezonban van. Meg egy csomó egyéb dologgal lehet ezt a dolgot fékezni.
akkor van nagyon nagy baj, ha egy ilyen nagyon erős üzleti egyéb érdek egy légüres térbe érkezik, ahol azt csinálnak, azzal a probléma van. A Kálymedencében is van másfajta falu is, Szentmék Málán, ami 8 km-re vagy 6-ra van Köveskától, ott teljesen máshogy néz ki a történet, egyszerűen azért, mert ott van egy család, a Sárvári család, akkor 9 testvér, fiúk, lányok, mind ott maradtak a faluban. És ők a polgármester, a boltos, a mindenki előtt. Ennek nyilván vannak problémás betületei is, de az biztos, hogy ott nem légüres, ott teljesen máshogy néz ki a turizmus, más, sokkal hagyományosabb, de egyébként több szálláshely van, mint Köveskálon, de nem érzed azt, amikor oda mégy, hogy itt egy teljesen meghasonlóságban és egy tök lábukat fogom, hogy nagyon csinálom. Tehát itt, ha organikus a fejlődés, kell, hogy tehát mindenképpen szüksége van ezeknek a falvaknak leköltözésre. A Cserehágyba, ahova nem a gazdagok költöztek oda, hanem a nagyon szegények, ott ugyanezek a gyönyörű kőházak, amiket itt megmentettek, ezek a beköltözők a 70-es évektől, ott ugyanezek a kőházak már összegyűltek. És teljesen, tehát az egy nagy értékvesztés. Szükség van erre, csak organikusan. Organikus gyakorlat. Én annyit mondanék ehhez a gondolathoz még, hogy szerintem olyan jó gyakorlatokat kellene keresni, és esetleg azoknak is kiközvetíteni, akik nem látják még ezt a lehetséges megöltöző és tőzsdőkereset közötti együttélést olyan nagyon biztatóan. Ezek talán munkatnak kellő figyelmet, és lehet, hogy vannak adattálható jó elemek, jó gyakorlatok. A másik pedig ugye, hogy felkészült a vidék a pályázatok fogadására és annak kiaknázására. Az én olvasatomban itt elég sok ide elhangzott arról, hogy különböző erőforrásokat hogyan lehet optimalizálni adott percípusokban adott pályázati lehetőségekre. Az igazi kihívás nem azt szerintem, hogy adaptálódnak az önkormányzatok ezekhez a pályázati lehetőségekhez, mert kényszerülni fognak, hiszen a választók szavaznak. És ha a választó azt látja, hogy az ő felelőse maradt, a többi meghalad, szeretálódni fognak azok a menedzsmentek, úgy gondolom, amik alkalmatlanok. Az igazi kihívás az, amikor nem erőforrás, hanem hátrányt tud előnyé kovácsolni. És itt az etnobizniszről beszélek. Nagyon sok olyan vidéki település van, ami az etnobizniszzel igyekszik pályázati lehetőségekkel optimalizálni saját erőforrásokat. Ez is egy út, ezt majd egy másik konferencián megbeszélni utal. Köszönöm, kicsit folytatom, megnézem, mennyire felkészült a vidék. Alapvetően én azt gondolom, és sok évtizedes kutatás mutatja, hogy ez a település vezetőjétől, vagy vezetőségétől függ. Nagyon sokszor arról lehet megismerni a sikeresebb településeket, hogy a polgármester az még annak idején tanácselnökként kezdte. A másik, hogy közösséggel együtt történő építés, illetve a közösségi bevallásnak, hogy ez nem van egy településen, akkor megnő az abszorpciós kapacitás, de még nem is feltétlenül kell akkor oda a fejlesztési pénzeket becsatolni, mert akkor elindul egyfajta fejlődés. Köszönöm szépen. Befejezést itt hadd köszönjem meg az előadóknak a izgalmas értékes előadását, és a hallgatóknak a hozzászólásait, illetve az, hogy péntek után kitartottak. Talán ez is jelenti egy érdekes témáról tudtunk beszélgetni, és ahogy mondtam, mind a folytatás következik majd a következő konferencián, illetve most még egy kerekasztal beszélgetés lesz, ahol mindenkit szeretettel